A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza 1,5 milliárd forint támogatást nyert el a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése támogatási program keretében. Lánci András rektor kiemelt fontosságúnak nevezte Székesfehérvár és az egyetem összefogását. Az infrastruktúrális fejlesztés az nem kifejezetten az én érdeklődésem előterében áll, és nem is elsősorban az a dolgom, hogy ezzel foglalkozzak, viszont enélkül nyilvánvalóan bármilyen magas rögtű terveink is vannak, nem valósulhatnának meg. Két éve kezdődött el ez a kapcsolat a várossal, illetve akkor kezdtük el az oktatási programjainkat meghirdetni és tapasztalatokat is gyűjteni. Nagy reményekkel indultunk, és rögtön láttuk, hogy nem olyan egyszerű ez. Azaz nem elegendő az, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk a Corvinus Egyetem, és akkor tessék ide jönni, mert akkor az valami csoda történik. Nem történik csoda. Itt a Corvinus Egyetemnek is meg kell mutatnia magát teljes energiával és a teljes intellektuális, erkölcsi és minden szempontból a legmagasabb tulajdonságait mutatni ahhoz, hogy megnyerjük a város és környékének a bizalmát. Ezt megtanultuk, tudtuk, de meg is tapasztaltuk, és jelenleg egy olyan pillanatban vagyunk, amikor az elmúlt egy évben az első tapasztalatai alapján el tudom mondani, hogy az akadémiai, intellektuális, oktatási, kutatási szempontból egyre jobban látjuk, hogy mit kellene nekünk itt tenni. Az egyik ilyen, hogy szeretnénk olyan programokat itt meghirdetni, amely még a budapesti Corvinus Egyetemen sincsenek, azaz csak itt hirdetnénk meg őket. Olyan programokat szeretnénk, amelyek vonzóak lesznek a fiatalok számára, és ez most nem egyszerűen egy ilyen kötelező mondat, mert úgy fogalmaztam meg szűkebb kollégáimmal az elmúlt hetek egyik híradása kapcsán, hogy van egy Szeged effektus. Ugye mindenki, vagy nagyon sokan hallották, hogy Szegeden egy gimnáziumban egy osztály gyakorlatilag jeles érettségit produkál minden egyes tagja, majdnem. De ezek közül, a hallgatók közül már most külföldi egyetemek, a legjobb egyetemek, ha úgy tetszik, elviszik őket. Most ez nem új jelenség, és nem csak ezzel az iskolával fordul elő, hanem Magyarország bármely jeles iskolájával előfordul. Ez tarthatatlan, és a Corvinus Egyetem nagyon tudatosan törekszik arra, hogy olyan oktatást és kutatást valósítson meg, amely nem egyszerűen vonzó lehet, hanem annyira a fiatalok képzeletét fölkelti, és a számításait, ne legyünk csak idealisták, hogy azt mondják, hogy akár itt, ebben a városban a legjobb gimnáziumok hallgatói úgy gondolják, hogy a Corvinuson szeretnék folytatni. És ez egy nagyon komoly kihívás számunkra is, de értjük, és nagyon is foglalkoztat bennünket. De ugyanez a helyzet, hogy nagyon sok év után először fordul elő, hogy a Corvinus Egyetem képes fejleszteni. Infrastruktúrálisan is, és minden más szempontból. Ez nyilván összefügg az ország helyzetével, kedvező helyzetével, és azzal, hogy az egyetemek, köztük a Corvinus Egyetem is, nagyon komolyan gondolkozik azon, hogy hogyan tovább, mert azt látjuk, hogy nagyon sok próbálkozás volt az elmúlt mondjuk így 25-30 évben, de valójában nem sikerült áttörni azt, hogy nemzetközileg valóban komolyan jegyzett egyetem legyen, például a Corvinus Egyetem. Az önkormányzat célja, mondta Csertpalkovics András, a minél magasabb számú felsőfokú végzettséggel rendelkező helyi fiatal. Emellett a város és környéke szeretne olyan feltételeket kínálni, amelyek vonzóak a külföldi tőkét Magyarországon befektetni kívánó multinacionális cégek számára. A magas szintű innovatív szakmai tudást közvetítő, a piaci igényekre gyorsan reagáló, elismert felsőfokú képzés nyújtó intézményként a Budapesti Corvinus Egyetem találkozott az elvárásokkal. Ha van kihívás az ország előtt, akkor azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb és legerőteljesebb kihívás.
és nincs itt ebben a teremben olyan partner, aki azt mondja, saját életébe, saját szakterületén, saját intézményi, hatósági, hivatali vagy céges egyetemi önkormányzati világában, állami világában ne tudná elmondani, akár napi viták, napi probléma és azok megoldása tekintetében is, hogy mekkora kérdés ez előttünk. Tehát ebből következően szerintem nem kell külön indokolnunk, hogy miért nagy öröm az, hogy ma itt lehetünk, és egy egyetemmel összefüggésben megvalósuló fejlesztési programján lehetünk. Hiszen ez egy infrastruktúrát jelent, de az infrastruktúrában tartalom van, tartalom lesz, diákok lesznek, szellem lesz, tudás lesz a tanárokon, az oktatókon keresztül, benne lesz az a jövő, ami azt gondolom, hogy pont ilyen fejlesztések okán érhető el és valósítható meg. És aminek külön örülök, hogy ebben nagyon-nagyon sok partnere van a városnak. És én külön szeretném megköszönni az államnak, a felsőoktatási kormányzatnak, külön köszönöm államtitkár úrnak, hogy annak idején együtt gondolkodhattunk. Mert volt ebben a városban egy olyan időszak, amikor nagyon nehéznek látszott a felsőoktatásnak a kérdése, miközben az ország egyik legnagyobb ipari és gazdasági központjaként teljesen jogos volt az ipari gazdasági szereplőktől az a nyomás, hogy tehát ezt valahogy meg kell oldanunk, hogy ne csak a jelenünk, hanem a jövőnk is nagyon szép legyen ezen a területen. És akkor gyakorlatilag ezekkel a közös döntésekkel sikerült folyamatokat elindítani, és ma van a városnak két, azt gondolom, hogy fantasztikus felsőoktatási partnere. Köszöntöm DKM urat, és köszönöm az Óbudai Egyetem közreműködését, és külön köszönöm, hogy a Corvinus annak idején hitt Székesfehérvárban, és hitt egy SMS-ben, vagy inkább azt mondom, hogy egy gondolatban, hogy érdemes ezen elgondolkodni, és csak akkor fog működni, de úgy gondolom, hogy efele haladunk, amikor ezen mindenki nyer, és mindenki el tudja mondani, hogy neki miért jó. Mert ha neki jó, és mindenkinek jó, akkor fenntartható adott esetben ez a fejlődési pálya. Én külön köszönöm azoknak a hivatalos szerveknek, járásival tartó kezdve, különböző szervezetekig, akik segítik ezt a munkánkat, és nagyon köszönöm a gazdasági szereplőknek, hogy az első pillanattól kezdve hittek a duális képzésben, itt Székesfehérváron hittek a Corvinusba, és keresik az együttműködési lehetőséget, és két úton is nagyon sok segítséget nyújtanak. Részben, mint képzőhelyek, ez azonban az a legfontosabb, ha már humán erőforrásról beszélünk. De ne felejtsük el, hogy amit a város ad ehhez az egész együttműködéshez, azt mi nem tudjuk másból adni, mint azokból a helyi adóforintokból, mint a helyi gazdasági szereplők ennek a városnak és önkormányzatnak befizetnek. És azt mondom, hogy joggal várják el, hogy ezt hatékonyan és jó célokra költsük el. Én biztos vagyok benne, ezek a partnerek pontosan tudják, hogy amit a felsőoktatásra költünk, az igenis jó helyre, jó célok megvalósítására kerül felhasználásra. És nekik is nagyon fontos volt, hogy ki és kik lesznek azok a partnerek, akik ezeket az együttműködéseket itt Fehérváron meg fogják nyitni és biztosítani fogják. És hát azt mondom, hogy a Corvinus tekintetben egészen biztos, hogy nem kell bemutatni. És hát nagyon-nagyon fontos a hallgató. Gyakorlatilag a legfontosabb kérdés is a hallgató, és a legnagyobb kihívás is úgy látom közös együttműködésünkbe, hogy győzzük meg a fiatalokat arról, hogy a Corvinus itt van Székesfehérváron, hogy itt van mögötte az a tudás, amit egy ilyen egyetem tud jelenteni, de itt van mögötte az a gazdaság és az az ipar, amiért már technológiai szinten, munkafolyamatok szintjén, vállalatirányítási, pénzügyi, társadalomtudományokhoz kapcsolódó szinteken nem kell elmenni a világ másik végében, mert itt van Székesfehérváron, itt van helyben. Ezt ennek minden eleme tekintetében meg lehet tanulni, miközben valaki ehhez megkapja azokat a minőségi egyetemi diplomákat, amelyekkel nyilván az ő személyes élete tekintetében és a boldogulás az könnyű és egyszerű lesz. És azt, hogy itt kéne befejeznem, de nem állok meg egy ilyen mániákus fehérváriként, hogy még egy dolgot ne köszönjek meg, mégpedig maga a konkrét hely és épület. Mert amit itt most a felújítására sor kerül, összesúgtunk és azt beszéltük, hogy ez egy nagyon komoly emberpróbáló munka lesz, az egy óriási értéknek a megmentését is jelenti. Ami e tekintetben igen, egy épület is. De ennek az épületnek egy nagyon régi és történelmi vonatkozásokat tekintve is előtörténete van. És nagyon-nagyon sokan kérdezték tőlünk az elmúlt nem években, hanem már másfél-két évtizedben, hogy na de mi lesz ennek az épületnek a sorsa? Ugye nem lesz az enyészeté, nem lesz eldózerolva, és nem lesz. Sőt, megmenekül, sőt, korszerű 21. század módon kap egy környezetet, egy felújítást, és benne pedig a 21. században is egy nélkülözhetetlen tevékenységet, a felsőoktatást. Diákot, fiatalt, jó hangulatot,
azt, amitől ez a dolog szerethető, fenntartható és sikeres és boldog. A pályázati felhívásnak megfelelően a Tudásközpont az audiovizuális oktatási környezetben versenyképes szolgáltatásokat képes nyújtani. Palkovics László, az EMMI államtitkára üdvözölte a programot, amely a kormány oktatási stratégiájának is kiemelt fontosságú része. 2014-ben, amikor nekiálltunk a felsőoktatási intézmények helyzetének az áttekintésének és azoknak a céloknak a megfogalmazásának, hogy mi is jellemezze a magyar felsőoktatást az elkövetkező időszakban, négy fontos ügyet jelöltünk meg. Az egyik a képzéseknek a piac igényéhez való közelebb hozása, ez egy folyamatos vita, hogy mit csináljunk, inkább robusztusabb képzést, aztán majd a vállalatnál megtanulják, vagy legyen ennek specifikusabb tartalma. De mindenképpen egy fontos elemként jelent meg a környezetünk ezt igényelte. A másik az a kutatási kiválóság, ami az oktatást támogatja és megnyerte az intézményeket. A harmadik a intézmények nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítése, külföldi hallgatói létszám növelése, illetve a magyar hallgatók, mondjuk azt, hogy külföldi részképzésének, képzésének a támogatása. A negyedik pedig egy többet új elem, és ez meg is jelent a felsőoktatási törvénybe, hogy a felsőoktatási intézmények van egy harmadik szerepe, ez a harmadik misszió, hogy ők nem függetlenül működnek a környezetüktől, hanem ilyen vannak olyan feladatok, amit akkor se kell látni, hogyha egyébként ez abban a szokásos felsőoktatási ügyben nem illeszkedik, vagy oktatunk és kutatunk, és egyébként mindez értünk. Tehát bizony van olyan eset, amikor ezt a oktatás-kutatás olyan helyen is végre kell hajtani, ahol eddig nem voltunk, mert egyébként az ottani gazdaság ezt igényli. Ugye Székesfehérvárnak a szerencséje is, meg a szerencsétlensége is az, hogy túl közel van egyik oldalról Budapest lesz, másik oldalról meg túl távol. Túl közel van akkor, hogyha a hallgatóknak el kell menni Budapestre és ott tanulnak, és túl távol van akkor, hogyha vissza kell jönni utána. De, és egy ilyen város esetében, mint Fehérvár, ahol a gazdaság, nem tudom, hogy ezt meg kell mutatnom, hogy Fehérvár az miért működik jól. Ez volt egy olyan problémát okoz, például emberek elmennek Budapestre, de ez igaz egyébként az ország más városra, és nem tudom visszajönni ide. Ezért aztán azt gondoltuk, hogy ha tulajdonképpen Fehérváron például orvosos diplomát lehetne adni, azzal ezen a helyzetben lehetne segíteni, de nem kell elmenni a tanulmányokról, Budapest nincs is olyan nagyon messze egyébként, meg egy sor dolgot tud Székesfehérvár, amit Pest lehet, hogy nem tud ennyire. Úgyhogy megpróbáltam meggyőzni az egyetem akkori vezetését arról, hogy esetleg megfontolnák-e azt, hogy abból a viszonylag szép Dunáról érkező épületből esetleg kitennék a lábukat egy kicsit, és mondjuk eljönnek Fehérvár irányába. Nem voltam benne biztos, hogy sikerülni fog a Budapest egyetemeknek, és a nagy egyetemnek ez nem jellemzője. Itt ez sikerült, tehát úgy tűnik, hogy az egyetem ezt megértette. Aztán azóta sikerült az ELTE-vel, és mindig bízom abban, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemet rá lehet arra venni, hogy valahol vidéken jelenjen meg ő is. Viszont szempontból ez persze Fehérváron nem szükséges, hiszen az Óbuda Egyetem határozottan lejjen. Tehát ezt a harmadik missziót úgy tűnik, hogy a Corvinus Egyetem megértette, és elfogadta azt, hogy Corvinus-os tudás, Corvinus-os diplomát lehet Székesfehérváron is adni. Ehhez a kormány meg mindenfajta támogatást tud nyújtani. A támogatások egy része az, hogy ugye nem zárjuk be az egyetemet, ez most a vicc kategória volt, egyébként 2014-ben volt a vélelmezések, hogy a kormány egyetemeket akar bezárni, például a Corvinus Egyetemet. Hát én azt mondom, hogy ez is azt mutatja, hogy a kormány nem, hogy egyetemet nem zár be, hanem további képzőhelyeket nyit és támogatja őket, míg a célt sem akarjuk bezárni. Azon egyszerűen már fogva, hogy ez nem is létezik Magyarországon, egy kicsit amerikai valami. Úgyhogy magyar kormány egyetemeket szeret támogatni, és egyetemeknek a képzését szereti elvenni oda, ahol egyébként erre szükség van. Hát ez erre egy nagyon jó adat. Ennek a támogatásnak az egyik eleme az, hogy a felsőoktatási stratégiával teljes mértékben megegyező módon, tehát erre négy fontos ügyre építettük rá azokat a pénzügyi konstrukciókat, amelyek részben az európai támogatásokban, részben az egyéb kormányzati támogatásokban megjelennek. Ezen belül nyert, ahogy ezt itt Pancsasztunk látunk, másfél milliárd forintot adott a Corvinus Egyetem arra, hogy a Székesfehérvár kampuszát tovább tudja bővíteni, és azt az épületet, amit a túlsó oldalon szerepel, és hogy ne csináljunk most bálóképeket, kivéve, hogyha azt akarjuk megmutatni, hogy ilyen volt, aztán majd ilyen lesz, amikor befejeződik. Ugyanilyen állapotban szeretnénk hozni, és hát ahogy ez elhangzott épület, az csak épület, ezt meg kell történni tartalommal, oktatással, kutatással, hallgatókkal, szerintem mindenképpen jó irányba haladunk. Akkor már nem csak az Európai Uniós támogatások területén kívánja növelni a felsőoktatás finanszírozását, hanem a költségvetési források területén is. Ugye jövő évben az idejéhez képest 38 milliárd forinttal nagyobb összeg szerepel a felsőoktatás támogatására, ennek különböző elemei vannak infrastruktúrás elemei, például a PPP
konstrukciók kiváltása, ez úgy tűnik, hogy nagyon jó haladunk. Tehát van olyan nem, hogy például a kutatási támogatásokat jelenti, 15 milliárd forinttal nagyobb összeg jelenik meg egyetemi kutatásra a 2018-as költségvetésbe. A cél a 2015-ben megalakult székesfehérvári kampusz hallgatói létszámának növelése, a kampuszon folyó képzések fejlesztése, a 2016-ban meghirdetett alapképzések stabilizálása, a kapcsolódó duális képzések elindítása és bővítése.